A NÉHAI BÁRÁNY Aznapról kezdem, mikor a felhők elé harangoztak bodokon. Szegény csurióskának egész húlyagos lett a tenyere, míg elkergette a határból Istennek fekete haragját, melyet a villámok keskeny pántlikával hiába igyekeztek beszegni pirosnak. Minden érezte az Isten közeledő látogatását, a libák felriadtak éjfekhelyeiken, fekhelyeiken, és felrepülve gágogtak, a fák recsegve hajladoztak, a szél összesöpörte az utakporát, porát, s haragosan csapkodta fölfelé. A csökéné asszonyom sárga kakasa fölszállt a házfedérre, és onnan kukorikolt. A lovak nyerítettek az istállóban, a juhok pedig egy csomóba verődve riadoztak az udvarokon hanem a harangszó, mely fönségesen rezgett a viharban, egy kis eső hián, s az is inkább használt, mint ártott, elfordította a veszedelmet. A kísértetiesen szaladó búzavetések és kukoricaszárak megállottak, lassanként kitisztult az ég, csak a megdagadt bágy hömpögő vize, mely szilajon zúgva vágtatott el a kertek alatt, mutatta, hogy odafönt Majornok, Csoltó környékén nagy jégeső volt, vagy talán felhőszakadás. No, ha most az egyszer ki nem csap az a patak, s ki nem önti a bodokiakat, mint az ürgét, akkor mégis jó dolog keresztény katolikus falunak lenni Luteránus vidéken. Megnépesült a part, s itt-ott megvillant egy-egy ásó vagy kapa, az öreg sóspál még csákját is hozott. A gazdák barázdákban eresztették a folyóba az esővizet. Csak aztán vissza ne térjen többet magával. Piszkosan hömpögött alá az ár, s a partok tömött fűzfabokrairól nem csak a leveleket tépdelte le alul, de a kérget is lehámozta. Itt-ott kirepett az olvadékony földből egy darab, s elmálott a vízben. Hajnalra szélesebb csipkeszeli majd a határt, s a cikcakjai is újak lesznek. Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó, zsúp és ablaktábla. Egész házakat mosott el a víz valahol, azután jött egy petrence, utána pedig valami négyszögletes tuskót gurítottak a habok. A fény éppen odavágódott. Nem tuskó bizaz, de tulipántos láda, s nini, egész csuda, milyen szépen ülött a tetején egy picike bárány. Azám, most, hogy íma partnak hozza a szél, tót Pernye Jánoséktól egészen jól látszik, amint két hátulsó lábát alászedve az első lábacskáival megkapaszkodik. Szép, patyolatgyapjas, két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika a nyakában. Nagyon szerethette valahol valaki. Olyan türelmesen ül az ide-oda billegő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, s ha megken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a lád a bolondjában utoléri a petrencét. Nincs valami messze, amot fordulni, a péri pajtájánál. Nosza, szaladj hát utána, öreg láda. Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem láthatták elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán sóspál uram fogta ki útközben a csákjával. Hanem hát azt mondja ő kigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószágnak, ami úgy is van akkor, ha olyan módos, tekintélyes ember állítja, ki már az idén is keveselte a mezőbírói hivatalt, mert öreg bíró lesz, ha élünk esztendőre ilyenkorra. Ám bátor, ha már szóba jött az a bárány, mégis furcsa eset, hogy míg a felső végen mindenki tud róla, sóspálék kertjénél egyszerre nyomavész, s az alsó végiek közül már nem látta senki. Amennyi itt a rossz nyelv, még mindjárt másnap, ott a hálaadó misén is csak addig pihentek, míg az imádságos könyvek leveleit nyálaszták, ahol pedig az úr kímélő kegyelmét kellett volna inkább megköszönni, amiért nem sújtotta a falut de amennyi, itt a rossz nyelv, százan is kinyújtják lapátnak, hogy a mások becsületét hordják el rajta. Nyomban nekiestek a gyanúsítással sóspálnak, csak ő húzhatta ki senki más aládát. Hanem, hiszen az Isten nem alszik, rossz tűzel nem alszik, nem marad ez annyiban. Kerül annak gazdája akárhonnan. Súgtak, búgtak, hogy ugyan kiszopja az ilyeneket az ujjából, ennyi meg annyi tömérdek régi ezüstallér volt a ládában. Ami igaz, igaz. Lehet az öregnek is tarkamacskája, mert a nagyitalú mócsik György, a kózoni szűcs, olyasfélét mondotta minap itt jártában, hogy ebben a dologban, ha nem volna lakat az ő száján, ki tudhatja hát. De az már egyszer, mégis, bolond beszéd az ezüstallérokról. Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem, ma már tudjuk, benne volt a szép majornoki Baló Ágnes kelengyéje. Három szoknya, négy szélből az egyik hatolajos kendő, nyakba való kettő, ezüst csatos mellény, tíz patyolat ingvál, s azon felül a mente, meg egy rámás csizma, új donatúj, még a patkó se volt ráverve. Szegény Baló Ágnes, benne volt abban a ládában mindene hogy az ár elmosta a csőzházat, elmosta a házasságot is. Gunya nélkül nem léphet az oltárhoz szégyen szemre. Már mindene megvolt, pedig bekeservesen ment cselét szerezte minden ruhadarabot egyenként. Szüretre lett volna meg a dolog, legalább úgy mondta az utolsó szombaton maga a vőlegény, de most már vagy lesz valamikor, vagy sem. Bezzeg a búbánat venné fel a Baló Mihály házát, ha a ház megvolna, ha nem éppen amiatt venné fel, mert a víz felvette. Ágnes majd kisírja két ragyogó szemét, pedig legalább ő vigasztalná azt a szegény borcsa gyereket, kinek a báránya veszett el gonoszul, a tarka cukri bárányka, akivel együtt játszott, együtt hált. Jó, hogy a cudar bágy elöntötte a rétet is. Úgy sincs már, aki sejen fűvét megegye mert a kedves, az édes cukribárány oda lett. Milyen szépen rázogatta a farkát még az utolsó nap. Ugrándozott ott künn a verőfényben, borcsa piciket tenyerét hogy megnyalogatta, jámbor szemeivel nyájasan bámulta, mintha érezné, hogy utoljára látja. De hát, ha megkerül, hát, ha visszahozzák! Jött is hetek múlva valami nesze az úszóládának, amelyiken egy bárány ült, makacsul, mintha őrizné. Látták csoltón, sőt, még bodokon is. Körülbelül éjfére vitte odáig a haragos folyó. No, ez, ha úgy igaz, nem lehetett más, mint a baló lányok kincse. El is indult való Mihály azonnal. Majd kikeríti ő a lányai igaz jószágát, ha térdik kopik is a lába s így esett meg a csúfság bodokon, hogy a legmódosabb ember kikutatták. Istenem, de csak nagy úr is a törvény. Maga volt ott a bíró, meg a tizedes, meg Baló Mihály a plegyka után indulva a hatalomhoz fordult. De nem volt foganatja, semmit sem találtak a sósportán. Bosszúsan indult haza Baló, lányai egész a határig elejébe jöttek, ha vásárba lett vón, se várhatnák jobban. – Megvan-e a bárány? – kérdi Ágnes folytott hangon. – Jaj, dehogy ismerni a ládát kérdezni előbb. Még tán el is ájulna, ha hirtelen azt hallaná, hogy megvan. – Se a bárány, se a láda, pedig mindent kikutatott a bíró annál az embernél, akire gyanakszom. Apróra elbeszélte, amit tudott. Ágnes a szép fejét rosszallóan csóválta. Kend az erő, a hatalommal ment ellene, most én megyek a gyenge, szólt dacosan, és a furfang lesz a fegyverem. Csak a gyermek nem szólt, pedig még ő is ott állt, a leggyengébb. Egy hétig járt oda Ágnes, kutatott, fűrkészett, fűt, fát kikérdezett, gózomban is megfordult, hol egy lánya van férnél sóspálnak, hát ha ott lesz a ruha. De nem ment semmire. Sőt, még tetejébe meg is betegedett, kocsin kellett értemenni bodokra. Hátlám hiába volt az Ágnes útja is, nem segített sem a hatalom, sem a furfang. A gonoszok ereje nagyobb ezeknél. Hanem hatán elindult volna az igazság, nem áruhában, nem kerülő úton, nem pallossal, hanem csak puszta kézzel. Le kellett most már mondani a reményről is, kár volt akár egy szalmaszálat is keresztülteni ebben a dologban, mert csak rosszabbra fordul. Nem csak a hozománya van oda a szegény Ágnesnek, hanem most már az egészsége is. Ahogy érte mentek, vánkost és dunyhát téve a kocsi ülésbe, boriskát is magával vitte az öreg, hadláson lásson egy kis világot ő is. Nyolc éves, innen-onnan, és még nem volt ki soha a faluból, nagyon anyás, vagy mit is beszélek, hiszen rég nincs már anyja szegénynek. Nagyobb volt az ijedelem, mint a betegség, amint nehogy a kocsi megrázza, gyalog mentek mind a hárman a kövezett nagy utcán keresztül, hogy a haranglábnál majd felülnek. Ágnes olyan könnyedén léptelt, hogy akár hazáig kibírná. Bizony Isten, kár volt a kocsiért. Hát, amint a csorba gergejéktől befordulnak, a kocsipálék csűre mögül, egyszer csak szembe jön az egész előjáróság, meg a főemberek, köztük sóspál uram is, ünnepiesen felöltözve, újdonatúj új ködmönben, mely panyókára fogvalógott a válláról. Igaz, Biza, az új templomot szentelték itt föl a mai napon. Nézd, Boriskám, Nézd meg jól azt a hosszúhajú magas embert, súgja kis hugának Ágnes. Az vitte el a cukrit. Éppen a községházához házához értek ő kegyelmeik, s minthogy Sánta Radó Ferenc uram azt találta megjegyezni a födérre, hogy új zsúb kellene rá, megállottak a falu hatalmasai, s műértőleg nézegették az ócska Eszter hajat. Már csak különös az, hogy minden kopik a világon, még a községháza is. Borcsa félénken nézte meg azt az embert, nagy kék szemei tele könnyel. Ne rángas hát, förmetrá rá Ágnes, s eleresztette a kezét. Nem én, csak megrezzentem, mintha a cukrit láttam volna felém szaladni a levegőben. Eközben ők is odaértek a faluházához, Baló Mihály uram dicsértesséket mondott és továbbment. Ágnes nem különben, de Nini, az a bolond gyerek, a bizony, oda megy egész közel, s még meg is szólítja azt a hatalmas embert. Ejnye, no, mire való ez? Bácsi, szólt csengő szelít hangon, adja vissza a bárányomat. A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka? adja vissza a bárányomat. Ismétlé, s a vékony gyermeki hang úgy süvített a levegőben, mint egy parítja kő. Sóspál odanézett fanyarul, azután megigazította hátul palócosan fésűre fogott deres haját, s nyájasan kérdé. Miféle bárányodat, fiacskám? Az én cukribárányomat a két fekete foltal a hátán, piros pántlikával a nyakában, de hiszen tudja maga nagyon jól. Nem láttam én a te bárányodat soha, szólt szemlátomást kedvetlenedve. Takarodj innen, azt mondom. Aztán odafordult a tanácsbeliekhez. Biz ez már régi fedél, bíró uram, becsurok biz ezen. Beám, de a kelmet fedelén is nagyon becsurok, úgy nézem. Alig, hanem lyukas az valahol, sóspál uram fülig vörösödött ő kigyelme a bíró gúnyos vágyjára. Esküszöm, bíró uram, ebben a bárány dologban... A gyermek bámészan nézte a jelenetet, amint ingerülten hátrább taszítá ködmönét, s kezét elővonván alóla felemelte két húsos ujját az égre. Esküszöm, kendek előtt, itt a szabad ég alatt az egy élő Istenre, a gallér megereszkedvén a rántásban magától oldózott, s a nehéz új ködmön kezdett lassan-lassan lefelé csúszni, míg nem a csípőktől egyszerre lecsapódott a földre. Boriska sikoltva egy szökéssel termett a leesett ruhadarabnál. Mindenki ránézett. Még a vén sóspál szájában is ott takadt a következő esküszó. Jó is, hogy ott takadt. Cukri! kis báránykám! Kiáltott fel a leányka fájdalmasan. Lehajolt, fejecskéjét odaszorította, ahol a bélésen két barna folt látszott. Ügyes szűcs munka és szép, tisztára mosott báránybőrből volt az egész bélés, hanem az ismerős közepe mégis a legkülönb. A kis balóborcsa könyhullatásával még tisztábra mosta.